Neonáci találkozó lesz októberben Sopronban, számolt be róla elsőként a Mérce. A város polgármestere a Facebookon reagált az eseményre. Azt írta, hozzájuk és a rendőrséghez nem érkezett bejelentés, és a városban zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden formájával szemben. A Momentum ellentüntetést szervez. Május elején írt arról a Der Standard című osztrák napilap, hogy ausztriai neonáci csoportok Sopronban rendezik meg októberben az első Gerd Honzik Európa kongresszust. A lap információi szerint a szélső jobboldali szervező csoportok Magyarországot biztonságos térnek tartják, az eseményre pedig már több európai országból jelezték résztvételüket. Magyarországon elsőként a Mérce írt az eseményről, hétfői cikkükben azált, az esemény névadója részt vett terrortámadásokban, és Ausztria egyik legismertebb holokauszt tagadójának számított. Célja a nemzeti szocializmus emlékének és eszméinek ápolása volt. Az eseménynek már plakátja is van, amely szerint október 6-án érkeznek a résztvevők, október 7-én különböző előadások lesznek, október 8-a pedig a befejezés és a búcsú. Sopron polgármestere a Facebookján azt írta, az osztrák sajtóból értesültek az eseményről, engedélykérés bejelentés hozzájuk és a rendőrséghez sem érkezett, és hogy náluk zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden formájával szemben. A városban suttognak róla, illetve konkrétan egyetlen egy hotel az, ami megtelt arra a hétvégére. Árult el híradónknak a Momentum soproni szervezetének elnöke. A Momentum ugyanis tüntetést szervez október 7-én délután 2-re, és próbálják a helyszínt úgy megválasztani, hogy ott legyen a megmozdulás, ahol a neonáci találkozó is lesz. A tüntetésen részt vesznek országos politikusok is, és már egyeztetnek a többi párttal is. Amit megfigyeltünk, ugye, és egy nagyon-nagyon szomorú tendencia, hogy Magyarországon is erősödőben van a szélső jobboldali nézeteknek a terjedése, ez hozzájárulnak a szerencsétlen politikusi nyilatkozatok is, illetve beszélünk mi is a soproni momentumos fiatalokkal, és ők is arról számolnak be, hogy a fiatalok között is egy nagyobb teret nyer, és hát ez ellen mindenképpen tennünk kell, nem látható. A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetség elnöke szerint minden jóérzésű embernek el kell határolódni a nácizmustól, és tenni is kell ellene. Ez azért nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy a mai magyar kormány direkt-indirekt módon támogatja a szélső jobbot, és ezzel egy rossz példát mutat a társadalomnak, ugyanakkor meg bátorítja őket. A Kormányzati Tájékoztatási Központ híradónak többek közt azt írta, a gyűlés szervezéséhez semmilyen szinten nincs köze a kormánynak. Magyarország kormánya minden szélsőséget elítél, náci megnyilatkozások a bal oldalon vannak. A rendőrség szerint az eseményen okkal feltételezhető a náci ideológia, a nyílt antiszemitizmus, a rasszizmus megjelenése. A szélsőséges megnyilvánulásokkal szemben a rendőrség határozottan, ellentmondás nem tűrően az elkövetés súlyának arányában fog fellépni, amennyiben szükséges.